Kutyás sportokkal ismerkedhettek meg a Magyar Ilona Általános Iskola első osztályos tanulói. A Kutyával egy mosolyért alapítvány és az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja tartott rendhagyó órát két kutyus közreműködésével. Hangot? A gyerekek lelkesen fogadták Joreket és Angelt, a két huskyt. Nemrég rendhagyó órán vettek részt a Magyar Ilona Általános Iskola első osztályos diákjai, ahol a kutyás sportoké volt a főszerep. Az iskolában rendszeresen járnak terápiás kutyusok, a mostani azonban különleges alkalom volt, ugyanis a gyerekek ki is próbálhatták például a kutyás futást. Hozzánk két terápiás kutya jár, Füge, Borsos Andrával, és Bobby jár Bobby Farkas Andrával, ők rendszeresen részt vesznek heti egy-egy alkalommal az órákon, minden alsós osztályban tartanak kutyás órát, matematikát, magyart, környezetet, kinek mire van igénye. És gondolom, akkor még szeretnék ezt továbbra is folytatni. Hát ez egyértelmű, akkor a sikere van a dolognak, hogy szeretnénk folytatni, sőt, hát követőkre is találtunk, mert egyre több iskola kapcsolódik be a programba. A különlegesség az, hogy mi tényleg minden alsós osztályban tartjuk a kutyás órákat, sőt, többen még a sakkal is összekapcsolják, például Anitáék, ahol most jelenleg a kutyás óra zajlik. Kivételesen nem Füge, a kis Yorki jött a Magyar Ilona diákjaihoz, hanem sokkal nagyobb társai. A téli időszakban szerettek volna a szervezők az évszakhoz és a hideg időhöz szorosabban kapcsolódó kutyákat és sportokat bemutatni a kicsiknek. Vendég kutyusokat hívtunk meg, terápiás kutyus a Jorek, Husky, és mivel én Fügével járok egy mini Yorkival, gondoltam, hogy megmutatjuk az elsősöknek, hogy más kutya is létezik, mint terápiás kutya. Nagyon megörültek, mikor megemlítettem nekik. Próbálunk egyre színesebb dolgokat mutatni a gyerekeknek a terápiás kutyákon belül. Az előző osztállyal, mert ők most elsősök, és ezekkel az osztályfőnökökkel már négy osztályt végig kísértünk, és rengeteg programot próbáltunk szervezni, kutyás programot. Többek közt voltunk állatorvosnál, fogorvoshoz elkísérte a gyerekeket a kutyus. Voltunk színházlátogatáson, kulisszajáráson, mindenféle, nem is tudom most felsorolni, nagyon sok helyen. A mostani rendhagyó órán először az osztályteremben ismerkedtek meg a gyerekek a kutyás sportokkal. Később az udvaron pedig ki is próbálhatták a kutyás futást, és bár a hó sajnos már elolvadt, azért a szánra is felülhettek a tanulók. Kis Tóth Zoltánné bemutatta az elsősöknek a Kenny Cross-t, azaz a kutyás terepfutást, a kutyás kerékpározást, a dog scooterezést és a kutyaszánhajtást is. A szán elé 2, 4, 6, 8, tehát mindig kettesével nő a létszám. 16 kutyánál szoktak megállni a befogásnál, mert az már egy nagyon hosszú csapat. A szán elé általában a két legerősebb kutyát kötik, a legelőre oda meg a két vezérkutyát, hiszen ők irányítják a csapatot, akik közben vannak, azok meg a motorja a dolognak. A kutyák közül Angie a falka vezér, ő az ész a csapatban. Jorek pedig azért különleges, mert ő nem csak a sportok területén nyújt kiváló teljesítményt, hanem a terápiás kutyavizsgát is letette. A huskyk nagyon energikus kutyusok, ezért különösen alkalmasok a sportokra. Mint megtudtuk, rengeteg felkészülést és törődést igényelnek ezek az állatok. A kutyusokat kiskorukba kezdjük el hozzászoktatni ehhez a kutyás sporthoz. Kezdjük ott, hogy megtanulják pórázon sétáltatás közben az irányokat. Megtanulják azt, hogy ha elmegyünk kerítés mellett, akkor nem acsarkodunk a többi kutyával, hiszen ez a pályán ez nem megengedett. A pályán tudni kell nekik úgy előzni a lassabban haladóakat, hogy nem mennek neki az ő kutyájának, tehát nem okoznak balesetet, mert ez ugye kizáró ok tényező. Már fiatalon kivisszük őket edzésekre, hogy átérezzék, hogy mi az, hogy hú, lehet menni, és az adrenalin. Majd, mikor már elérik, már majdnem egy évesek, akkor
picikét megyünk velük, de úgy, hogy ne húzzanak. Tehát ők még akkor nem húzhatnak, hiszen még nincsenek kifejlődve. Majd aztán egy éves kor után egy tapasztalt kutya mellé befogjuk őket, és akkor el lehet kezdeni a kutyás futással. És akkor szépen a futásból át lehet térni a többi eszközre, amit használni szeretne az illető. Angie és Jurek már profik a sportokban, és a gyerekek szívébe is belopták magukat. A kutyával egy mosolyért alapítvány négylábúj és kutyás felvezetői már évek óta tartanak foglalkozásokat a Magyar Ilona tanulóinak. Az első osztály, akihez jött a kutyával egy mosolyért alapítvány, már hetedikes, úgyhogy ez a kapcsolat már 7 éve zajlik az alapítvány és az iskola között. Nagyon szeretik a gyerekek ezt a kutyás órát, és olyan kutyás felvezetőkkel ismerkedhettünk meg, akik tényleg pedagógusként szerepelnek a gyerekek között, és nagyon érdekes programokat biztosítanak számunkra, azon kívül, hogy matematika órán, magyar órán részt vesznek. Az úgynevezett állatasszisztált pedagógia lényege, hogy a kutyát motivációs társként használják. A tanítási órákon a terápiás állat segítségével jutalmazzák a helyes válaszokat. Valamint a gyerekek azt is megtanulják, hogyan kell bánni a kutyussal. Én azt vettem észre, hogy ha a kutyával vannak, kicsit fegyelmezettebbek, nem is kicsit van, úgyhogy jóval fegyelmezettebbek, és én úgy gondolom, hogy a kutyán keresztül megtanulnak egy kicsit felelősségvállalást is, mert mikor kimentünk az iskolán kívüli programokra, akkor is vigyáztak a kutyára, kísérték a kutyát, tehát odafigyelnek, sokkal jobban lekötik vele magukat. A kutyás órának nagyon sok pozitív oldala van, de az összes közül talán az a legfontosabb, hogy a gyerekek rettentően élvezik a vidám hangulatú foglalkozásokat.